Több mint 300 millió leértékben nyert Európai Uniós pályázatokat Maros megye tanácsa 2017-ben. A 6 pályázatból 2 kivitelezésének már nekifogtak, 2 szerződés megkötése januárra marad. Mindezt Péter Ferenc megyeelnök ismertette évértékelő sajtótájékoztatóján. A Marosvásárhelyi Kultúrpalota és a Maros megyei Természettudományi Múzeum felújítására már aláírták a szerződéseket. A munkálatok kivitelezésére 67, illetve 64 hónap van. A megyei önkormányzat ugyanakkor a nyárátő Dicsőszentmárton és a Szentágot a Segesvár megyei utakra már megkapta a minisztériumi jóváhagyást. A szerződés megkötésre várhatóan januárban kerül sor, mondta el Péter Ferenc. Van másik két pályázat, az onkológiai klinika és a tüdőgyógyászati klinika, amelynél elemzés alatt vannak a pályázatok. Itt is mindkét pályázat le van téve a központi fejlesztési régióhoz, és várjuk azt, hogy a döntés megszülessen, hogy aláírhassuk a szerződéseket. Az Európai Uniós pályázatokon túl a megyei tanács 61,2 millió leértékben nyert 3 pályázatot a PNDL-é, azaz az országos helyi fejlesztési terv keretén belül. Az évértékelő sajtótájékoztatón ugyanakkor elhangzott, 2017-ben Visit Mures néven elindítottak egy turisztikai egyesületet. Amit viszont nem sikerült befejezni, az a Transzilvánia nemzetközi repülőtér kifutópályájának felújítása, illetve a Kerelőszentpáli szeméttároló beüzemelése volt.